Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. 50 fajta kisállat több mint 700 példányát tekinthették meg a Börgöndi úti Volánccsarnokban az érdeklődők. Láthattunk díszmadarakat, galambokat, díszes baromfiakat és óriásnyulakat is. A V61 Albarégia Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete idén is a Volánccsarnokban rendezte meg hagyományos kiállítását. Székesfehérvár számára fontos a természet közelsége, a természeti nevelés, közös kincseink megismerése, ezért is üdvözlendő, hogy a kisállattenyésztők esztendőről esztendőre bemutatkozhatnak városunkban, emelte ki megnyitó beszédében Róth Péter alpolgármester. A kiállítás keretében 70 fajta kisállat, körülbelül 500 példányát, díszmadarakat, egzotikus madarakat, díszbaromfikat, különleges galambokat, illetve nyulakat láthattak az érdeklődők. Egyesületünk hagyományos kisállat kiállításán elsősorban galambokat, 250 egyede van a ketrecekben, továbbá házi nyulak, ami 130, és körülbelül 40 baromfi. Továbbá itt vannak a díszmadártenyésztők, ahol 80-100 közötti egyedszámmal kanárik, papagájok és egyéb egzóták vannak. Mi a titka annak, hogy ilyen sokan foglalkoznak Magyarországon nyúl díszmadártenyésztéssel? Hát ennek az a titka, hogy az emberek szeretik hasznosan és örömmel közepette tölteni a szabad idejüket, és erre kiváló elfoglaltságot nyújtanak a kisállatok. Van-e utánpótlás? Vannak-e olyan fiatalok, akik most kezdik ezt a komoly hobbit? Hát azon dolgozunk, hogy minél több legyen, tehát a kiállítások is azért jönnek létre, hogy ne csak a tenyésztőknek a dicsőségét hirdesse, hanem hogy ezzel a kiállítással a fiatalokat ide vonzuk, és hát megpróbáljuk a számítógépek, meg az egyéb a kornak a most divatos dolgaitól a kisállattenyésztéshez visszacsábítani őket. A kiállításon megtekinthettük a székesfehérvári bukogalamb számos példányát is. A székesfehérvári gyökerekkel rendelkező madár olyan minőségű és olyannyira híres, hogy tenyésztői az elmúlt években 3 győztes címet hoztak el az Európában rendezett díszmadár kiállításokról. Hát Székesfehérvár magáénak érzi ezt a bukógalamb fajtát, amit ugye a világirodalomban is úgy jegyeznek, hogy székesfehérvári bukó, és véletőleg már az 1800-as években is jelen volt a városgalamb tenyésztőinek körében. Milyen jelene van, azt tudjuk, hogy a múlt az veretes, de milyen jelene van ennek a galambfajtának? Velem előzés ma székesfehérvári bukott galambtenyésztőnek lenni. Hál' Istennek a tenyésztői tábor napról napra nő, és a világban is, de többek között Erdélyben, Székelyföldön nagy népszerűségnek örvend ez a fajta. A közelmúltban is számtalan sikert értek el a tenyésztők. Legutóbb Európa kiállításon Radics István, Osztorics Ferenc és Szegfő István nyert el Európa győztes címet galambjaival Dániában. Mit hozhat a jövő, hiszen nagyon fontos, hogy van-e utánpótlás a bukógalamb tenyésztésben? Szerencsére van érdeklődés, 20-30 éves tenyésztők is vannak, természetesen örülnénk mindenkinek, aki úgy érzi, hogy ennek a galambnak a népszerűsítésébe, tenyésztésébe részt kíván venni. A tárlaton bemutatkozott a Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesülete is, amely főként egzotikus madarak tartásával, illetve a hobbi állattá tenyésztett tradicionális szárnyasok és vadon élő madarak tartásával foglalkozik. Erre a kiállításra egy kis ízelítőt hoztunk el 3 földrész madaraiból. Itten igazából megtalálható Afrika, Dél-Amerika és kelet-ázsiai díszmadárfajokat mutatunk be. Büszkén elmondhatom, hogy fejlődik a magyar díszmadártenyésztés, mert elég sok olyan fajtát sikerült meghonosítanunk, ami esetleg 5-6 vagy 10 évvel ezelőtt nem volt megtalálható Magyarországon. Mennyire népszerű? Hát sajnos a népszerűsége egy kicsit alább hagyott, mert azt kell észrevennünk, hogy sajnos kiöregszik ez a szép és nemes hobbi, és ezért megpróbálunk mindenképpen propagálni, hogy a fiatalok is lépjenek körénk. Ugye ez nagy odafigyelést és szakértelmet igényel. Igen. Itten naponta együtt kell élni ezekkel a madarakkal.
természetesen aki hobbiként akarja tartani, annak azért annyi odafigyelést nem igényel, de azért mindennaposan kell gondozni őket. Aki esetleg komolyabban is beleszerelmesedik ezekbe a kisállatokba, annak mindenképpen nagyobb időt és odafigyelést kell szentelni nekik. Milyen a kapcsolat a magyar díszmadár tenyésztők között? Hát baráti, igyekszünk baráti kapcsolatot ápolni. Így a szakmai együttműködés és tényleg az emberi együttműködés is jól tud üzemelni. A kiállításon ismét nagy sikert arattak az óriás nyulak, tenyésztőik számára nagy kívás szinten tartani az egyre népszerűbb állományt. 15 évvel ezelőtt kezdtük, mi is úgy, mint a legtöbben, hogy először egy kis hobby nyuszink volt, és utána beleszerettünk a fajtába, elkezdtünk kiállításra járni, tenyésztőkhöz járni, látogatóba, és végül mi is belevágtunk, megvásároltuk a tenyészállatokat, és azóta tart ez a szerelem. Mit kell tenni napról napra azért, hogy egy nyúltenyészet olyan legyen, mint amit itt látszunk, hogy csodálatos egyedekkel tarkítva egy kiállításon is megjelenhessen? Mindenekelőtt nagyon nagy elkötelezettség, munka, tehát nagyon sok munkát kell ebbe a nyúltenyésztésbe fektetni. Gondozni kell az állatokat, úgy kell tartani, hogy megfelelő módon felkészíteni őket a kiállításra, úgy kell takarmányozni, olyan helyen kell tartani. Azon kívül ismerni kell a standardet, tudni kell, hogy milyen követelményeknek kell egy nyuszinak megfelelni, hogy részt vehessen és jól szerepeljen egy kiállításon. Ez napi több óra hossza munka. Hol tart ma a magyar nyúltenyésztés? Azt gondolom, hogy egy fejlődő ágazatról van szó, egyre többen csatlakoznak, a megkeresésekből is ezt érzem, hogy sokan érdeklődnek, sokan keresnek meg ilyen kérdéssel, kéréssel, hogy ők is szeretnének kiállítási célból nyuszikat tartani, tenyészteni. Van még benne lehetőség, de kell még dolgozni rajta, én ezt gondolom. Élesen elválik a két ágazat már, mint a dísznyúltenyésztés és az étkezési célra nevelt nyulak tenyésztése? Ez egy jó kérdés, de nem tudom megválaszolni. Sosem foglalkoztam húsnyúltenyésztéssel, tehát ezt a részét nem ismerem. Szoktak megkeresni húsnyúltenyésztők, akik kezdők, hogy segítsek a nyúltartás tanácsaiba, abba tudok segíteni, de a húsnyúltartás rejtelmeit nem ismerem. Nálunk egy kicsit még ismeretlen, ugye egy ilyen kiállításon azért láthatunk, de melyek a különlegességei a nyulaknak? Hát a természetük mindenképpen azt gondolom, hogy különleges, azért is, mert sokan azt gondolják, hogy csak egy nyúl és egy rágcsáló, és hogy másra nem alkalmas, csak étkezési célra. Ez nem így van, nem is rágcsáló egyébként, és észbeli képességei is nagyon jók. Nagyon szórakoztató kisállatok, kedvencek tudnak lenni lakásban tartva is, sok örömet tudnak okozni, tehát én nagyon különlegesnek tartom a természetüket, jellemüket. A hagyományos ünnepi hétvége szervezőinek célja, hogy népszerűsítsék a természethez való visszatérést és nyissanak a fiatalság felé. A kiállítás vasárnap 8 és 14 óra között várja az érdeklődőket a Volán sportcsarnokban. Megalakult az Ifjú Gazdakörök Fejér megyei szervezete elnökké, Kauzerné Szabó Virágot választották a küldöttek. Tátszó rendezték meg az Ifjú Gazdák Fejér megyei gazdaköre alakuló közgyűlését, a találkozó vendégeként az ülésen Jakab István az országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök Országos Szövetségének elnöke beszédében üdvözölte a kezdeményezést, amely a generációváltás egyik fontos lépcsője. A fiatalítás jóval korábban kezdtük, és eldöntöttük annó jóval korábban, és már jól működik a magas ifjú gazda tagozata. Most ma, ezen a napon itt a megyei ifjú gazda szervezet alakul meg, azért, hogy a fiatal gazdák egy szervezetbe tömörüljenek, de ez nem azt jelenti, hogy elkülönülnek az idősebb generációtól, hanem lehetőséget teremtsenek maguknak arra, hogy a saját köreikben a maguk sajátos problémáit megbeszéljék. Hisz ha megnézzük a világban mindenhol, a farmer generációk előregednek, egyre inkább az idősebb generáció már abba hagyja a termelést, a fiatalokat pedig nem meg kell mondani számukra, hogy mi legyen, hanem a fiatalokkal le kell ülni, egy egészséges párbeszéd keretében meg kell vitatni, hogy ők hogyan képzelik el a jövőjüket, milyen gazdaságokat szeretnének, milyen módon szeretnék az, hogy a birtok öröklődjön, hogyan lehet ezt segíteni, akár jogszabályokkal, akár pedig bizonyos kiemelt, nagyobb összegű forrásokkal. Az Európai Unióban ugyanez kiemelt programként fut, tehát mi nem teszünk mást, mint azt,
hogy eddig is a magozban az ifjúgazdatagozat elnökségi tagként képviselve volt, ezt akarjuk most minden megyében megerősíteni. Tulajdonképpen a 21. század, 21. századi megoldásokat követel, a világban hatalmas változások következnek be, rövid idő alatt. Tehát most ez alatt az elmúlt 20 esztendő alatt több változás volt, mint az elmúlt 100 esztendőben. Tehát robbanásszerű változás van a technológiában, a technika alkalmazásában, nagyon súlyos a klímaváltozás, ezt ugye kezelni kell, meg kell oldani, tehát nekünk ehhez kell igazodni, ez újfajta tudást, újfajta technológiát, azok működtetését igényli, és az emberek megváltozott életmódja is egy újfajta élelmiszer előállítást igényel. Egy a mozgásszegény életmódhoz szokott, egy nagyon korszerű összetételő élelmiszereket. Ezt nekünk le kell követnünk, mert ha nem értjük meg a fogyasztók igényeit, akkor majd máshonnan behozzák azt az élelmiszert, amit ők igényelnek. Én azt gondolom, hogy egy egészséges párbeszéd kell nemzeti szinten, Európai Unió szinten, mi ezt követjük. Tehát klímaváltozás, a kihíváshoz alkalmazkodva megszületett a vízgazdálkodással kapcsolatos törvény, megteremtjük a lehetőséget, hogy legyen hozzá forrás, hogy a nagy infrastruktúrákat megépítsék állami közreműködéssel, állami és uniós források felhasználásával. Ugyanakkor nekünk az a feladatunk, hogy helyi szinten az önszerveződéssel, a szerveződéssel, amit a helyben a gazdának kell megoldani, a lehetőségek kihasználása, azt viszont a gazda oldja meg. Ebben a kamara partner segítséget nyújt, tanácsadás, programokat, sőt, a Nemzeti Földügyi Központba kerül az öntözés fejlesztésnek a szervezése. Nagyon fontos, hogy az öntözési közösségeket ők tudják majd menedzselni, segíteni, hogy információt adjanak, hogy a vízjogi engedélyek megszerzésében partnerek legyenek. Hát ezen dolgozunk most. Kis Norbert a Magosz-Fejér megyei elnöke úgy fogalmazott köszöntőjében, hogy a Mezőföld térségének agrárhagyományai is megkövetelik, hogy a fenntartható fejlődés jegyében a fiatalok is megtalálják helyüket a mezőgazdaságban. Tehát elkerülhetetlen az, hogy a fiatal gazdák is saját egyesületet alakítsanak, ahol a saját érdekeiket sokkal jobban tudják képviselni, és egymással meg tudják ezt beszélni. Ezáltal közös erővel tudják fiatalkorukat képviselni az idősebb generáció irányába. És nem csak úgy szerepelnek, mint egy gazdaköri tagként, ahol a fiatalok, tehát kicsit másod szereplőként, hogy ti még ráértek, hanem itt ők a főszereplők, és ők egyenesben tudják elmondani a saját gondjaikat. Az elsődleges feladataink mindenképpen az agrár öröklés és az agrár gazdaság átadás. Tehát amik most törvényjavaslatként készít elő a MAGOSZ, azokat szeretnénk véghez vinni, hogy egy olyan formában alakuljon ki, hogy aki a mezőgazdasággal foglalkozik, ne járjanak rosszul, hanem ők járjanak igazából jól azzal, hogy egy olyan formában készül el az agrárörök és a gazdaság átadás, hogy nekik nem kerül sokba. Képzeljünk el egy háromtagú családot, ahol az egyik gyerek tovább viszi a gazdaságot. Tehát neki ki kell fizetni a többi családtagot, az örököst, de a gazdaság egyben marad, és ezáltal egységesen, erősen tudja képviselni a gazdaságát az a személy, aki megörökli, vagy tovább viszi. Varga Imre István, a Fejér megyei Agrárkamara elnöke fontosnak tartja, hogy a kamara mellett a gazdakörök munkáját is segítsék a fiatalok a stratégiai ágazatban. Meghatározó előrelépésnek tartom azt, hogy Fejér megyében megalakul az ifjú gazdatagozat, hiszen a generációváltás miatt a fiatalok kezében van az agrárgazdasági jövője. Éppen ezért indítottam már a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egyik programját, a Gazda Leszek programsorozatot, aminek az a célja, hogy a fiatalok körében népszerűsítse az agrárszakmában rejlő lehetőségeket. Bízom benne, hogy ennek a programnak az eredményeképp még újabb fiatalok fognak becsatlakozni ebbe az ifjú gazdatagozatba is. Én a tisztségviselőknek azt kívánom, hogy igyekeznek úgy összefogni a megyei ifjú gazdákat, hogy hatékony munkájukkal és szakmai konzultációkkal biztosítsák a megyei agrárgazdaság fejlődését. Az ifjú gazdák első elnöke Kauzerné Szabó Virág lett. A fiatal szakember gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszakot végzett, majd regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakon folytatta tanulmányait. Az idei év az erős magyar gazdaságok éve lesz, ezért örömmel vállaltam a
felkérést, hiszen már több fórumon megszólítottak bennünket, fiatalokat, hogy milyen nagyszerű dolgokat tudunk tenni, hogyha a mezőgazdasági pályát választjuk. A mezőgazdasági hátteremet tekintve családi gazdaságban csirketartással és növénytermesztéssel foglalkozunk. A szüleim 30 éve foglalkoznak gazdálkodással, így ebben nőttem fel. A tanulmányaimat is ezen a vonalon folytattam, és a jövőmet is a mezőgazdaságban képzelem el. Az agrárminiszter úr a generációváltás jelölte meg az idei év egyik legfontosabb témájának. Úgy gondolom, hogy a gazdaságátadás és a rendezett öröklési viszonyok a fiatal generációnak is ugyanolyan fontosak, mint az idősebbeknek. Ehhez hozzá tudunk járulni az ifjú gazdatagozat megalakulásával, hiszen itt meg tudjuk osztani egymással a mindennapok problémáit, kérdéseit, és a döntéshozók irányába is jelezhetjük azokat. A tagozat célja, hogy segítse az ifjú gazdák szakmai fejlődését, tájékoztassa őket az aktuális pályázati lehetőségekről, akár szaktanácsadás, akár szakképzés formájában. A tagozat információkat nyújt különböző finanszírozási lehetőségekről, gyakorlati bemutatókat tart, hozzájárulva a gazdák sikeres, környezettudatos és jövedelmező tevékenységéhez. Ebben az évben is Székesfehérváron találkozták a Szingenta rendezvényén az agrárgazdák. A konferencia témája a kalászosok és a napraforgó növényvédelme volt. Évadnyitó konferenciát rendezett a Szingenta magyarországi leányvállalata Székesfehérváron. Ha nem lenne növényvédelem, mint tudjuk, a gyomok, a rovarkártevők és a gombabetegségek a világ élelmiszertermelésének 40%-ot elpusztítanák, hangzott el, így különösen fontos a kalászosok helyzete, a fuzáriumbetegség visszaszorítása. Az előadásom témája, amit az egyik kollégámmal tartok, éppen a 2019-es nagyon nehéz fuzáriumos esztendő volt, ami nagyon megnehezítette a termelőknek a dolgát, aki őszi fuzát termesztett. Ilyen év nem volt az elmúlt évtizedekben, hogy ilyen extrém fuzárium helyzet alakult ki. Nagyon sok eladatlan tétel van az országban, aki nem megfelelő szerrel időszakban védekezett, sajnos belefutott ebbe a nagyon erős fertőzésbe. Mindenképpen figyelnünk kell arra, hiszen legfontosabb kenyérgabonánkról van szó. Mit tudnak tenni a gazdák ezért, hiszen folyamatosan figyelemmel kísérik az önök munkáját, akkor nyilván azért lépni tudnak ők is. Igen, ez egyértelműen egy összetett szemléletet igényel, úgymond egy integrált látásmódot, tehát nem csak növényvédőszerekre gondolok itt, hanem agrotechnikai műveletekre, jó területkiválasztásra, jó talaj előkészítésre, az előveteménynek mondjuk ugye fuzárium gombák esetében ugye a kukorica utáni vetemény után ugye ennek az eltüntetése a területről, vagy megfelelően a talajba dolgozása, tehát nem csak kémiai módon, hanem agrotechnikai elemekkel, egy csávázószer megválasztással, a termékeknek a megfelelő fungicid termékeknek az időzítésével, a permetezésével, itt mondjuk gondolok ilyen apróságokra, mint a nyomás, a megfelelő fúvóka, hogy célba is érjen a célfelületre, a kalászra, a levére az a megfelelő hatóanyag. Ezekkel az apróságokkal ilyen egy kicsit precízebb látásmódon, én azt gondolom, hogy sokkal sikeresebben, jövedelmezőbben tudunk termelni. A éghajlatváltozás, illetve a változékony időjárás mennyiben nehezíti meg az önök munkáját? Hát egyre jobban ugye ezt halljuk a csapból is, úgymond ezt folyik a klímaváltozás, éghajlatváltozás. Mi is érezzük azt, hogy eltűntek a keménytelek, ugye hiányoznak a mínusz 5-10 fokok, amik heteken át tartanák. Nyilván ez a kórokozóknak, gombabetegségeknek a meleg ágya, hogy ezek átterelnek. Egy sokkal nagyobb felkészülésre van szükség preventíven. Gondolom itt ezekre, hogyha ilyen hajlamosító tényezők vannak, például enyhe tél, kifejezetten ki vannak téve ezek a táblák, ezek a kultúrák ennek. A másik megközelítés egy genetikai védelem, nyilván mi is olyan növényfajokat keresünk, vagy olyan fajtákat, hibrideket hozunk be a szortimentbe, amik jobban ellenállnak ennek az aszálynak, stressztűrésnek, erősebb gyökérzettel rendelkeznek, sokkal jobb a reakciójuk, tehát a tápanyagellátásban nem jelentkezik annyira, illetve hogyha tovább tudnak fotoszintetizálni ezek a növények, vagy kevésbé stresszelnek be, itt az UV vagy a környezeti hatás, vagy az extrém hőség hatására, az mind kívánatos egy gazdálkodónak. A gazdák figyelnek önökre? Gondolok itt elsősorban arra, hogy amikor vetőmagot választanak, illetve az önök tanácsait megfogadják? Egyértelműen keresnek bennünket a gazdálkodók területi képviselőinken keresztül, fórumokon megszólítanak bennünket, hogy milyen praktikák vannak, milyen jó választást tudnának, milyen választ tudnánk adni nekik, hogy milyen területen gazdálkodnak, mivel küzdenek, gondolok itt a szélsőséges időjárásra, tenyészidő megfelelő megválasztására itt a hibridek növényfajok esetében. A szaktárcával, illetve kamarával, illetve a magosszal van kapcsolatuk? Figyelnek önökre?
Igen, itt ilyen együttműködések vannak a különböző ilyen szervezetekkel. Egyértelműen megvan a kommunikáció, egyeztetünk, kikérjük a véleményüket, mi is tőlük, ők is megkeresnek velünket az egyéb a gazdáktól jövő megkeresésekkel. Jól működik ez az együttműködés. A összegzésre kérem, jó úton járunk? Én azt gondolom, hogy jó úton járunk, de mindig lehetne egy kicsit jobban. Én amire felhívnám a figyelmet, a prevencióra. Tehát ne várjuk meg mondjuk, míg egy betegség elharapózik, vagy a régi berögzült mechanizmusok után menjünk ki a területre, hanem járjunk kicsit többet, figyeljünk oda. A növény jelzi azt, hogy mire van szüksége, vagy hogyha valami probléma, próbáljuk meg az elején megcsipni ezt a kórokozott kártevőt. Az agrárgazdák a legújabb vetőmagokkal és növényvédelmi rendszerekkel is megismerkedhettek az előadásokon. A találkozó kiemelt témája a jövő kukoricája, legfontosabb takarmánynövényünk helyzete volt. Úgy gondolom, hogy a kukorica bár továbbra is az egyik legfontosabb növényünk gazdaságilag. Hogyha visszatekintünk az elmúlt 10 esztendőre, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a termés eredményei meglehetősen hektikusan ingadoztak. Itt a Szindzsántánál úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy ezeket a radikális termés ingadozásokat a lehető legminimálisabb szintre csökkentsük, mindenképpen érdemes egy szemléletváltásban gondolkodni. Mindenképpen érdemes a technológia minden egyes elemét tudatosan megtervezni és kivitelezni annak érdekében, hogy a megváltozott időjárási körülmények között is jövedelmezően tudjuk termeszteni a kukoricát. Ehhez adtunk itt ezen a konferencián egy tájékoztatást a termelőknek, hogy mi a Szindzsántánál ezt hogy képzeljük el. A szemléletváltozásról beszélt, ez nagy feladatot ró a gazdákra, hiszen óhatatlanul is beidegződések vannak már az elmúlt esztendők, tízesztendők, évszázadok, ha úgy tetszik. A fenntartható fejlődés záloga viszont ez. Ebben hogyan tudnak segíteni? Igen, a megváltozott időjárási körülményeknek köszönhetően egyre inkább nő az igény a hőmérsékleti anomáliáknak sokkal jobban ellenálló kukorica hibridek iránt. Ez érezhető, ez az igény a termelők részéről, hiszen ma már a kukorica portfólió egyre nagyobb részét ezek a hibridek adják. Ehhez zárkozott fel a Szindzsánta és az elmúlt években bevezetett Artesian termékcsaláddal, hiszen ezek a hibridek a kedvező víz és vízhasznosításuknak köszönhetően sokkal jobban tudnak ellenállni a környezeti stresszeknek, javítva ezzel a jövedelmezőséget azokban az évjáratokban is, amikor a hőmérsékletnek köszönhetően komoly kihívásokkal kell szembenéznie a termelőknek. Szemléletváltás során gondoltam arra is, hogy szintén a megváltozott időjárási körülményeknek köszönhetően egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenéznünk a növényvédelemben is. Hiszen egyrészt a változó talajművelési mód, változó időjárás, egyre nagyobb területeken történő zöldítésnek köszönhetően egyre komolyabb talajlakó kártevő problémákkal is kell szembenéznünk, gondolok itt elsősorban a drótférek fertőzésre. Mi úgy gondoljuk, hogy a drótférgek ellen mindenképpen csak egy komplex, egy kultúrákon átívelő agrotechnikai elemeket is igénybevevő, alkalmazó, komplex növényvédelmi technológiával lehet eredményesen védekezni. Erre adtunk ajánlást a megjelent termelőknek, illetve szintén az említett okoknak köszönhető az is, hogy folyamatosan változik a kukorica gyomflórája, ami természetesen a kukorica gyomirtásában okoz problémát. Gondolok itt elsősorban arra, hogy termelők is egyre inkább tapasztalhatják azt, hogy tavasszal egyre inkább hirtelen felmelegedő száraz tavaszokkal kell szembenéznünk. Ilyen körülmények között természetesen a gyomok se úgy csíráznak, ahogy azt megszoktuk. Nagyon sok esetben elhúzódó, esetleg több hullámban kelő gyomproblémával kell szembenéznünk. Ez az időzítés teszi problémássá. Ezekre a problémákra is ajánlást tettünk a termelőknek, hogy miként lehet ilyen megváltozott körülmények között is eredményesen védekezni a kukorica gyomirtásában. A Szingenta előd vállalatai révén évtizedek óta jelen van a magyar növényvédőszer piacon, és évek óta piacvezető, korszerű gyomirtó, gombaölő, rovarölő, csávázó szerei és növekedés szabályozói, valamint a termékek mellé adott szaktanácsai elősegítik a kórokozók, kártevők, gyomok elleni sikeres védekezést, így minimális termésveszteség mellett jó minőségű termést takarítható be. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra jövő héten pénteken!